A Demokratikus Koalíció logóival ellátott pólóban jelent meg, állítása szerint csupán megfigyelni. Török Miklós, a DK választókerületi alelnöke Makón az egyik választókörnél október 2-án. A kerület választóbizottsága törvénysértéssel vádolja, ugyanis a szavazókörök 150 méteres körzetében tilos a kampánytevékenység. Más rendkívüli eset nem történt a népszavazáson. Fotók is készültek Török Miklós DK-s képviselőről, amint emberek egy csoportjával beszélget a makói, Tulipán utcai szavazókörtől nem messze, 150 méteren belül. Ezt egy helyi civil lakos jelezte a kerületi választási bizottság felé. Feketéné Szemző Margit, a bizottság elnöke elmondta, egyhangú döntés született arról, hogy Török Miklós jogsértést követett el. A szavazókör bejáratától számítva 150 méteren belül tartózkodott, láthatóan párt képviseletében volt jelen, mert a tanúmeghallgatásból az is megállapítható volt, hogy annak a pártnak a helyi elnöke is a közelben tartózkodott. Beszélgetett a választópolgárokkal, ez ugye alkalmas arra, hogy a szavazatra jogosultaknak az álláspontját esetleg befolyásolja. Török Miklós tagadja a vádat. Elmondása szerint nem kampányolt, csupán megfigyelést végzett. Egyszer szállt ki a kocsiából, akkor is azért, mert néhányan oda mentek hozzá üdvözölni. A fotók szerinte akkor készülhettek. Ugyan a választókerületi alelnök DK-s pólót viselt tevékenysége közben, ám állítása szerint teljesen véletlenül. Előző nap élőláncon voltunk a parlament körül, és reggel a öltözködés során sötét volt otthon, és ezt a pólót húztam magamra, ami éppen a kezembe került. De egyébként, amikor ültem benne az autóba, reggel még hűvös volt, egy mellény volt rajtam, utána, amikor kicsit melegedett az idő, akkor levettem a mellényt. Török Miklós nem nyugszik bele a bizottság döntésébe, a határozat ellen fellebbezett.